11. A-nak a biológia, kémia tagozatos diákjai, és hát velük nemrég fejeztük be az állattan, úgyhogy mai alkalommal a madarakkal fogunk egy kicsit foglalkozni, kicsit ismételjük is a tanultakat, meg elmondanám, hogy miről lesz szó. Egyrészt madártónak fognak vizsgálni, mikroszkóppal, nagyítóval részeink megbeszéljük, aztán madártojás vizsgálata lesz, van nyers tojás, főtt tojás, annak a rétegei részeit megbeszéljük, a harmadik pedig csirkeszárnak a vonzolása lenne, és akkor ott a csontokat, ízületeket meg fogjuk nézni. Ugye a madaraknál ez jelentősen módosult az életformának megfelelően, hát nagyon érdekes az a szájnak a felépítése. Még annyi érdekességet gondoltam itt a kedves vendégek részéről, hogy ha van kedvetek, akkor be lehet kapcsolódni, de hát én direkt úgy készültem, hogy többet hoztam mindenből. Hogyha valaki szeretné, akkor mindjárt én kipakoljuk, elosztjuk, akár többen is ezeket végig lehet csinálni a diákokkal együtt. Meg gondolom, 7. osztályban már nektek is előfordul, de hát madarakat azt már tanultátok, hogy van némi ismeret a madarakról. Tehát ők vannak, nekik ugye egyesével lesz, itt heten, és akkor még azért, mondjuk a párosával vagytok, akkor még ti is tudják simán. Aki mindenképp szeretne egy kicsit aktívan részt venni, boncolni, szétszedni, bármi, mikroszkóppal vizsgálni, itt még a mikroszkópokat oda beállítjuk. Igen. Igen, igen, csak megnézem. Hát akkor osztjuk, és akkor megnézünk mindenki ezt a csapatot. Lehet ennél persze néhányat összeszedni.
Tollaknak alapvetően két fő típusa van. Na milyen két fő? Kontúrtollak, és esetleg tudják a többiek, gondoljunk a paplanra, hol van. Akkor milyen tollak? Pehelytollak. Tehát pehelytollak és kontúrtollak, ezt még gyorsan odaírjuk. És a tollak szerepéhez mondjuk egy három példát legalább tudjuk, hogy milyen jók a tollak egy madárnak. Na például védelem, de borítja a testet, fedi a testet, védi a külső hatásoktól. Aztán még? Jelentkezben is egy bekérdelem. Itt közelben mondtad, ugye a tollak kiváló hőszigetelő. Igen, a védelem, hőszigetelés, és mondjuk még egy példát legyen, három. Tollak még mire az ide? Hát ott igen, a felületre. De hogy közvetlenül részt vesznek a repülésben, akár lehet gondolni a faroktollakra, a kormányzásba, vagy például az eveszőtollakra, a szárnyon. Jó, de hát repülés, hőszigetelés, védelem, vagy ha eszetekbe jut esetleg a madaraknál a párválasztás, udvarlás, akkor a tollaknak óriási szerepe van. Gondoljunk a szép kakasokra, hogy ugye a szívükkel, tollukkal csábítják a tojókat. És ugye a madaraknál a szaporodásnál a tojás ugye nagyon jellemző. Mi a nagy előnye a tojásnak a szaporodásunkban? Miért lenne jó találmány ez a tojás? Igen. Itt is így hangzik, miért előnyös a tojás a madarak szaporodása egy-egy fejlődése során? Na lehet nyugodtan ötletelni, és akkor ha jól beírjuk. No. Miért jelen jó az a tojás? Igen? Hát a tojásban van jobban fejlődik, és akkor az anyagoknak a mélyében nem lehet is. Hát ugye a tojás anyagai, majd itt fogjuk látni a szétszedése során, ugye táplálják, védik a fejlődő embriót, és ugye gondoljunk, hogy a madarak, meg már ugye a korábbi csoport, mindjárt lesz még kérdés, hogy ők alapvetően hol élnek, milyen típusú élettérben. Hát víz, szárazföld, hát ugye tipikusan a szárazföldi lét, és ugye a szárazföldön a nagy veszély az lenne a peték számára, hogy kiszáradnak, de hát a tojás gondoljunk, hogy egy vizes közeget biztosít a fejlődő utódnak, és benne a szikanyagban, illetve a héja, védelmet biztosít, gázcserét. Szóval egy védett helyen a szárazföldi körülmények között is nagyszerűen tud fejlődni a kis utód. Tehát ez a nagy előnye a tojásnak, minden biztosít, ami szükséges a fejlődéshez. És ugye nem csak a madarak raknak tojást, szaporodnak tojással, hanem már megjelent honnan? Hát igen, az erdősök közt is van példa, nagyon jó, de ugye hamarabb egy kicsit. A hüllőknél, ugye ott egy nagy találmány, nagy újdonság a hüllőknél a tojás. Tehát ugye melyik gerinces osztályban jellemző még a tojással való szaporodás? Ugye a hüllők, a jó példa. És miben más a madártojás, mint a hüllőtojás? A madártojás, az meszeshéjú. Aha, igen, tudjuk, tanuljuk, hogy ugye meszeshéjú, kemény héjú, míg a hüllők jó részére, azért ez a lágy híjú, bőrszerű híjú tojás jellemző. Igen. Na hát ennyi egy kis bevezetés, ismétlés így a madarakról. Repülő életmód tojás, és akkor az első vizsgálatunk, ahogy itt lapoztok tovább, madártollak vizsgálata lenne. Ugye osztott ki tollakat, és akkor először megnézzük szabad szemmel, nagyítóval, utána pedig sztereomikroszkóppal. Úgyhogy erről szólna a következő kísérletünk. Még itt a hátra osztott ki egy jó pár tárcát, már itt a saját diákokat szoktam. És akkor ezeket akkor mindent csinálunk. Kicsolyok, de üdvárt és akkor hozzuk a tollakat. Egyen kaptunk kettőt?
Aha, szép.
Tehát oda a fő részeit. És ez a szép, sima, végighúzzuk az ujjunkat, szép, sima rész, ezt hívják úgy, hogy a tollnak a zászlója, tehát ez itt a toll zászló. Jó, de hát ezt szabad szemmel el lehet különíteni, szépen egy kontúrtól, tehát csével és szár együtt a gerincet adja, és a toll zászló. Úgyhogy ezeket a fő részeket fel kellene írni a rajzhoz, meg feliratozni az ábrát. És ugye nagyobb nagyításon, hogyha belenagyítunk, akkor meg lehet figyelni, hogy ez a zászló mitől lesz olyan szép sima, miért lesz olyan sima és előnyös a repüléshez. Ugyanis nagyobb nagyításon meg lehet figyelni, hogy ugye itt futnának ezek a... Ugye ilyesmiket látunk. Mind a két oldalon. Ezek az úgynevezett ágak, abból ágaznak ki az ágacskák,
és őket kis horgocskák kapcsolják össze, és így kapjuk meg a szép sima torzászlót. Jó, tehát ilyen kis horgocskákkal kapcsolódnak szépen össze. Jó, de hát ágat, ezt így ide van, ágacskát, vagy sugaraknak is nevezik, és kis hordok. Jó, de hát erősebb nagyításon, a finomabb szerkezetet is szépen látszik, de hát ágak, ágacskák és kis hordok kapcsolják össze a zászlót. Jó, ezt a sztereo mikroszkópon, ha néztétek, szépen látszanak ezek a ágak, ágacskák, ahogy én sorakoztam. Jó, de hát a tollzászló így felnagyítva ebből állna, és ott még van olyan kérdés, hogy mi a különbség a pehely és a kontrolltollak között a felépítésében. A pehely. Hát az majd inkább a szerepe. Na, nagyon jó, hogy a pehelytollaknál nincsenek horgak, és akkor nem kapcsolódik össze, de hát az a tollzászló nem lesz olyan szép sima, hanem olyan kicsit olyan borzosnak. Tehát ennyi, hogy nincsenek horgok, és akkor a tollzászló az lazább. És a szerepe minden más a kontrolltollnak, mint a pehelytollnak. Hogy a pehelytollnak a hőszigetelést biztosítják. A kontrolltollnak meg hát elég sok egyéb feladatot, tehát lehetnek ugye fedőtollak, evezőtollak, kormánytollak, dísztollak, tehát többféle típus van, de a pehelytollaknál alapvetően a hőszigetelés, és a kontrolltollak pedig a egyéb funkciók, tehát repülés, védelem, irányítás. Jó, de hát ez jól látszik, mondom, akinek van még otthon ilyen pehelytollak, akkor na, kihúz belőle egy kis pehelytollat, akkor meg lehet figyelni, hogy ilyen kis borzás. Na, úgyhogy a toll, nak az anyaga, esetleg itt az ásoknál tudják, miből áll, milyen képződmény ez? Szalon képződmény, tehát ez a szárazföldi állatoknál, ugye a hüllőtől kezdve nagyon jellemző elszorúsodó hál, és a szalon képződménye. Mondjuk emlősöknél illetve állunk, mi a tipikus szalon képződmény? Nekünk ugye a haj, a köröm, nagyon jó, ezek ugye az emlősöknél pata, például lehet emelni. Madaraknál esetleg egy égszarú képződmény a madár testén, a csőre nagyon jó, illetve mondjuk ha megnézitek a lábát, a karmok, illetve szalú pipkelyek is találhatóak. Jó, na ennyit a tollakról, és akkor folytatnánk a tojással. Itt osztok ki mindenkinek. Fő tojás. Igen, ez megvan közben. És akkor adok hozzá egy kis szettet, egy ilyen kis boncolyú szettet, amivel sikerül majd ezt szétszedni. Na, itt figyeljük, van benne tű, olló, borotva, nagyon óvatosan, de hát sírjunk is ne legyen, elég nagyobb hagyjuk, tessék oda figyelni, és borotvány szedni, és akkor annyira nem, hogy ugye a tojásnak óvatosan, figyeljük, a tompád végéig kezdjük feltörni, és akkor szépen óvatosan először a messzes éjjel szedjük be, utána a hátjákat, fehérjét, sárgáját. Jó, szépen fogatos, hogy látszanak a fények. Úgyhogy óvatosan az eszközökkel, mert szúrnak meg élesek, még készen vagyok.
Köszönöm.
kiadott papíron, ott van egy táblázat. És ha mindenki lezúzott a megvizsgálta, akkor azt mondom, hogy az idő előre haladta miatt a csirkeszárnak folytatjuk rá a feladatoknak a kérdéseit, mert meg fogjuk beszélni, de szerintem élvezetes, hogy a csirkeszárnak a feladatokra gondoltuk. Tehát az, én az ásokkal átbeszélem meg következő évben. Az általános iskolások, a DIOS tanárnak van megkészítve, mit is láttam, az a lényeg, mit láttam, az a lényeg. És akkor hozzá a csirkeszárnyat, mert ő is olyan 10-11. Igen? Na látom már egy kérdést, ha az mi volt? Aha, van az a csirkeszárnyat. Nem kell ahol nézni, és akkor ez van. És akkor a lapon van egy elég részletes ábra, azt a hetedikesek még annyira részletesen nem tudták a csontokat, mert azért összetűzések is vannak. De próbáljuk meg az ábra alapján azonosítani, hogy mi lehet a felkarcsont, alkarcsont, illetve összenőve a kézközép csontok, és látszanak a csökkényes kibestek. Már az alatt belőle a oldalaknál. És készítettünk, ha már nagyon zsíros lenne. Úgyhogy ott szálltam, nyugodtan fosol szét. Ha lehet, akkor az iszületi maradjon már nekünk megkérdezni, nekünk megkérdezni. Tehát a húsi gömbbe lehet a szentés, a Azt mondta, a szárny végét azt meg kellene próbálni ügyesen, óvatosan kiszedni, mert hogy ezeket a csontokat fel lehet majd ismerni, sőt még ott az ízületeket és az új percetnél. De azt mondta, óvatosan, tehát egy kicsit a poncművel, meg a körköddel megkapod. De szép, nem csak mondom, hogy próbáljuk majd, meg azt lesz a házatban, hogy az, hogy beasztítsuk a léthez. Közben az hátát nézünk, és akkor lesz. És akkor ezt kellene én, ezeket szép, amivel ott nem tudják ezeket. Köszönöm.
Látszik az ízület.